A Szegedi Látványszínház fiatal színészeinek nevelés célzatú műsora előzte meg a Legyen minden gyereknek karácsony címet viselő jótékonysági csomagosztást Bonyhádon. Ebben ugye készülünk a Mikulást is, várjuk és meglepetéssel készülünk a gyerekeknek. A célja ezeknek a látványos előadásoknak az egészséges életmód bemutatása, tehát az a leggyakrabban, avagy a felelős állattartás, tehát a célunk rávezetni a gyerekeket az egészséges életmódra egy ilyen kis mese keretén belül, még ha az karácsonyi is, akkor is. Már november elejétől várták a 6 és 14 év közötti hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt ajándékcsomagokat a helyi könyvtárban, mondta az intézmény igazgatója. A csomagokban alig használt, de még jó állapotban lévő játékokat, ruhákat és könyveket adományoztak helyi civil szervezetek és magánszemélyek a Bonyhádon tanuló, rászoruló gyerekek számára. Hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk egy kicsit kedveskedni. A két iskolából, a Széchenyi Általános Iskolából és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából jönnek diákok, illetve olyan sok csomagot kaptunk, olyan sok gyűlt össze, hogy a Pittypang óvodát is megkerestük, onnan kaptunk még neveket, illetve a maradék csomagot az Életút Családsegítő Egyesületnek fogjuk átadni, és majd ők tovább fogják osztani. A Szegedi Látványszínház előadása után összesen 140 hátrányos helyzetű gyerek kapott ajándékot a Mikulástól.